Köszönöm Önöket a Kaligram kiadó mai könyvbemutatóján, ahol a Gyergyai Albertről szóló köteket mutatunk be, Kegyelmet a klasszikusoknak címmel jelent meg, és a szerzők közül hárman a két szerkesztője, Szávai Dorottya is. Szávai János mellett Szegedi Masszák ül itt vendég, itt nyilván a közönség soraiban a 16 szerzőből többen jelen vannak, őket is szeretettel köszöntöm. És nyilván a kötet bemutatásán túl nyilván a 16 tanulmányán fogjuk összefoglalni, mert ez lehetetlen, nem, meg el is hangzott. De hogy ki volt Gyergyai Albert, vagy miért fontos ma, vagy mi az abban az örökségből, ami ma már nem folytatható, erről szeretnénk beszélni, és nyilván nem az utolsóval kezdjük, hanem azzal, hogy miért fontos Gyergyai Albert a magyar kultúra számára. Igen, hát jó estét kívánok mindenkinek. A 2014-ben, tehát két évvel ezelőtt rendeztük meg azt a konferenciát, amelynek az anyaga adja ennek a kötetnek a nagyját, ha nem is a teljességét. És ez 33 évvel Gyergyai Albert halála után következett be. Egy látszólag jelentéktelen mozzanat indította el bennünk azt a cselekvés sorozatot, ami ide vezetett, és ennek a könyvnek a megjelenéséhez. Az még hozzá, hogy Gyergyai Albert a Fillér utca egy szám alatt lakott több évtizeden keresztül, és a háznak a lakói kezdeményezték egy emléktáblának az állítását és felavatását. Na most, akik részt vettek ebben az akcióban, azok nem bölcsészek, nem irodalmárok, hanem egyszerű, ugye budapesti polgárok, ha lehet ezt a szót használni, és megmutatták, hogy igenis vannak olyan művek, életművek, amelyekről nem szabad lemondani, amelyeket nem szabad elfelejteni. A emléktábla körül megindult egy bizonyos mozgás, ugye a kerületi önkormányzat is belépett a segítők közé, a Magyar Írószövetség is, az Ötvös Kollégium, akit a lakók kerestek, megmondom, a nem irodalmár lakók, valamint a Budapesti Francia Intézet. Na most én, mint Gyergyai Albertnek keresztfia és egyik örököse, ugye évtizedeken keresztül úgy éreztem, hogy ez túl nagy feladat nekem itt valamit megindítani, ugye aki közel áll az emberhez érzelmileg, arról nehezen tud szólni. És 1993 óta, amikor is a egyetemen az ELTÉ-n a francia tanszék rendezett egy emlékkonferenciát a 100. születési évfordulóra, azóta nem történt semmi. Na most mégis néhány lelkes híve olvassa, azon kívül hát az egyetemen szükségképpen a világirodalom oktatása közben előkerült Gyergyai Albertnek a életműve, vagy hát írásainak főképpen az a vonulata, amely a francia irodalommal foglalkozik. Dorottya lányom, aki ugye itt ül mellettem, szintén ezt a foglalkozást választotta, és ő egy egészen más szemszögből, de szintén próbálja feleleveníteni a gyergyai eszéket a tanítványai számára, úgyhogy átadnám, hogy ha erről mondanál valamit. Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök mindenkit. Számomra Gyergyai Albert, mint személyes életemnek egy nagyon fontos figurája, pont akkor halt meg sajnálatos módon, amikor én
azt nem mondom, hogy amikor elkezdtem olvasni, de amikor elkezdtem volna olvasni mondjuk az ő eszét vagy műfordításait, 11-12 éves koromban. Gyergyai azonban, ahogy szokásomtól eltérően egy ilyen felütéssel kezdtem ezt a rávaló emlékezést, meghatározó alakja volt és szelleme a gyerekkoromnak is, tehát gyerekkorom központi figurája. Amikor egyetemista lettem, majd tanár és irodalmár, akkor azzal szembesültem, hogy Gyergyai Albert nevét mindenki ismeri az én generációmban. Tehát ezt most a saját nemzedékemre mondom, de nagyon kevesen olvassák már. Hát ez volt ugye 20-25 évvel ezelőtt a helyzet. Műfordítóként sokkal inkább jelen volt, és tulajdonképpen ez a helyzet ez változatlan, illetve rosszabb a mostani generációk között, a most induló generációk esetében, ugye Gyergyai Albert még kevésbé ismerős, már a név sincs mindig sajnos jelen, már műfordítóként sem. De nem akarnék ilyen szkeptikus vagy apokaliptikus húrokat megetni, ellenkezőleg például itt ül több tanítványom, ami külön öröm és külön köszönet nekik, hogy Veszprémből följöttek erre az alkalomra. És hát én hosszú évek óta, vagy inkább most már több, mint egy évtizede, igyekszem becsempészni az óráimra Gyergyai eszéit, tanulmányait, kritikáit. A doktori iskolába is, és az egyetemi kurzusokra is. És azt mondhatom, ami a másik dimenziója ennek a eltűnésnek, vagy a kétarcúságát jelenti a Gyergyai életmű befogadás történetének, hogy nagy örömmel olvassák érdeklődéssel, és nagyon érzékenyen a mai fiatalok is, a Gyergyai eszéket is, tehát nem csak a fordításokra gondolok. Számomra is, édesapámhoz hasonlóan egy nagyon nehéz, érzelmileg túltelített helyzet volt Gyergyai Albertról szólni, vele kapcsolatosan megnyilatkozni szakmailag. És minden mellett ugye egyre elevenebbé vált bennem is az igény, sőt valamifajta parancs, hogy az életművet újra vissza kell helyezni oda, ahova a rangja okán illene, hogy jelen legyen. És rendkívül izgalmas volt számomra is újraolvasni, nagyjából egybeolvasni, amit nem lehet, hogy egy hatalmas életműről van szó, ha csak a kritikákat, tanulmányokat, eszéket nézzük, terjedelmileg is. Köszönöm szépen. Hát én egy kicsit kapcsolatás vagyok. Igen, messze nem álltam olyan közel a Petszi bácsihoz. De ugye jól emlékszem, hogy középiskolás koromban a 20. századi irodalom az számomra a mai francia regény, a Hétköznapok és csaták, és furcsa módon Hálai Miklósnak a mai világ képe, Kornis Gyula szerkesztette 4 kötetből az elsőben az irodalomról írott szövege. Ezek alapján tájékozódtam. Bementem hozzá az egyetemben, nagyon kedvesen fogadott. Mai napig vannak olyan francia regények, amelyeket azért vettem meg, mert ő említette őket, és a mai napig nem olvastam őket. Hát, kérdés, hogy lesz-e még. Tulajdonképpen reménykedem benne, most például az egyiket elkezdtem olvasni. Na most, Szárvai János barátom ugye azt írja a kötetben valahol, hogy a tanítványának vallja magát. Én is lehettem volna, bár ugye nem voltam francia szakos, és ebből a szempontból a helyemen bárki más, hát nem bárki más, az a jelenlevő közül ülhetne, például Kenyeres professzor úr
te sem voltál franciaszakú, ugye? Sajnos nem. Tehát, igen, hát én azért nem lettem, mert jobban tudtam akkor angolul, és ő hozott össze Szent Cimitos professzorral, aztán tanárom lett. De furcsa módon az angol irodalmat egy olyan könyv szerepette meg velem, amelyet Szávai Nándor fordított, és előszót Gyergyai Albert írt hozzá, ez Virginia Woolf-nak az Orlandója. Harmadik emeleti szobájába elég gyakran bejártam, általában Szávai Jánost láttam kijönni onnan, úgyhogy volt egy személyes kapcsolat, aztán hát eltávolodtunk, ezt be kell vallanom. Ő megneheztelt rám azért, hogy Németh Gébéla irányához csatlakoztam tulajdonképpen. Itt van nálam egy levele, amelyben azt írja, ez egy válasz, nekem egy levele, mert nem tudom, hogy az enyém megvan-e a hagyatékban, amelyben azt írja, hogy ezek az eszék tulajdonképpen, ha tudna zenét szerezni, vagy verset írni, ott fejeznék inkább magát, mint ezekben az eszékben. De hát a francia irodalom, hogy mondjam, ismeretét jó részt neki köszönhettem, tulajdonképpen a mai napig. Az utókor nem hálás. Én nekem legalábbis ez a tapasztalatom. A minap az ELTE-n egyetemistáknál érdeklődtem, hogy mennyire ismerik Gyergyai Albert munkásságát, és kiderült, hogy a jelenlevők közül tulajdonképpen senki sem ismerte. Tehát ugye a Dorottya tevékenysége az nagyon üdvös, valóban a múltnak bizonyos részeit újra föl kellene fedezni, és itt elsősorban az eszéíróra gondolok, nem is annyira a fordítóra, hát persze annak idején egy csomó francia regényt az ő fordításában olvastam, úgyhogy itt egy sokoldalú, rendkívül céltudatos szerzőről van szó, aki hát az irodalmi műveltségünknek nagyon fontos része, és többet kellene vele foglalkozni a jövőben. Valamit elmulasztottunk, ugye a szerzőket azért szeretném felsorolni. Annak idején Dorottyával együtt értünk fel irodalomtörténészeket. Na most egész világosan három csoportra osztik ez a társaság. Egyrészt az első csoport az a tanítványok, Karácsony Endre, Vikácsi Gergely, Szabics Imre és jó magam. Azután a másik csoport, akik hát a mi kortársaink, de nem voltak, mint ahogy Mihály mondta, tanítványai, tehát az említetteken kívül még Kapdevó Lóránt és Sipos Lajos, és azután a középgenerációnak a tagjai, akik írtak ebbe a kötetbe, és nagyon szívesen írtak, azt hiszem, Földes Györgyi, Józan Ildikó, Lőrinszki Ildikó, maga a Szávai Dorottya, és hát ugyanebbe a generációba tartozik Horváth László, aki nagyon érdekes filológiai munkát végzett, mert az ötös kollégium levéltárából kikereste és publikálta azokat a leveleket, amelyeket Gyergyai Albert akkor még Szegő néven francia fogságból vagy internáltságból írt az első világháború éveiben.
tulajdonképpen ugye a könyvet nincs módunk teljes egészében bemutatni, de a könyvnek van egy vonulata, ami azt hiszem nagyon szívszorító és nagyon fontos, nem a tudós és eszéről, vagy a fordító, hanem a tanári, vagy egyáltalán az ötvös kollégiumhoz való viszonyáé, ami részben a korral is összefügg, hogy ő már francia hadifogsága idején is oda vágyik vissza, majd ugye nagyon rövid a rövid ideig tud ott lenni, és ahogy onnan kikerül, a dokumentumokat olvasva, magyar történetnek az összes szörnyűsége ebben, mint hogy ebben a kis történetben a 30-as évek végére, 40-es évekről van szó, összpontosulva, majd a folytatás sem, ugye amikor megszűnik az ötös kollégium. Ugye ezt nagyon sokféle módon a visszaemlékezésekből ennek a ma már pótolhatatlanak intézménynek a súlyát mutatják, hogy mondjuk a Gergely Albert nekem, én ezt nem tudtam róla, hogy ilyen mélyen ragaszkodott egy valamihez, ami azt hiszem az ő kultúreszménye volt, és talán azt gondolom, hogy ez a tanár egyéniségéből fakad. Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy az egyik legfontosabb elem az, amiről keveset tudunk, a tanár volt. Igen, azért ehhez hozzátenném, hogy én nagyon sajnálom, hogy ebben a kötetben nem írhatok Hankis Elemér, akivel sokat beszélgettem Gergely Albertről. És azért ő a köztudat szerint, és ez természetesen igaz, a francia irodalom hirdetője volt, de én nagyon szeretem olyan kevésbé ismert eszéit, mint például Bérci Károlyról, aki egy nagyon alul értékelt magyar szerző, a Gyúgyult Seb című kisregényről nagyszerű, amit írt. Tehát ő neki, hát köztudott, hogy Ambrus Zoltánról írt, Babicsról írt, Babicsal ugye mert is Földes Györgyi erről ír a szövegében, mert szembeszállni bizonyos mértékig ugye az európai irodalomtörténete, mikor megjelent, hát megbírálta, pedig hát nagyon tisztelte Babicsot. Úgyhogy, és ez egy nagyon érdekes bírálat minden szempontból. Nagyon fontos, amit Sándor szóba hozott. Számomra is rendkívül érdekes tapasztalat, hogy mi az, ami átadható, hogy az eredeti kérdésed is erre irányult, mi az, ami átadható ma Gergely Albert eszéből. És nyilván ez az egyik kérdés, ami foglalkoztatott, a másik pedig filozként az, hogy mi az, ami aktuális még mai irodalom szemléletünk felől. Most ami átadható, itt egy szándékosan nem szakmai dolgot fogok először mondani, a hallgatóknak mindig az első reakciója az, hogy ezek, jaj de jó, ezek olvasható szövegek. Nyilván nem közömbös ez a szempont. Komolyabbra fordítva a szót, ugye nyilván az eszélműfaj körül most már lassan 20 éve van, egy 15 éve egy nagyon erős párbeszéd vagy diskurzus a szakmában a eszélműfaj rehabilitációjáról. Nem akarnék nagyon belemenni unalmas szakbarbár részletekbe, de az biztos, hogy amit az eszélműfajáról mond Gergely Albert, az egyrészt egy nagyon sajátos eszétípust képvisel, és azt gondolom, hogy az, ahogyan ő ehhez viszonyult, tulajdonképpen ugye kritikába rejtett önarcképeket rajzolt, kritikába rejtett prózát írt, vagy lírai prózát írt. Ez is egy nagyon fontos tapasztalat az olvasónak, és nagyon erőteljesen, nagyon erős ennek a műfajnak ugye az olvasói rezonanciája. Magyarán nagyon erősen tudja megszólítani az olvasóját ez a műfaj ezen a színvonalon és ezen a rangon. És Sándor megjegyzésem az ötvös kollégiummal kapcsolatban benne lehet még egy nagyon számomra, hogy egybeolvastam a Gergely írásait a konferenciára, egy megdöbbentő és alapvető jelentőségű gesztus, retorika, hogy mindig a másik fele fordul ez a Gergelyi szöveg. Retorikailag is nagyon sokszor, ennek is igyekeztem végig gondolni az irodalom tudományi vetületeit, vagy irodalom elméleti vetületeit, de emberként is mindig a másik fele fordul, és állandóan köszönetet mond a tanítványoknak különböző brilliáns írásai megszületése során, vagy nyomán. Azt gondolom, hogy ez is egy rendkívül fontos
maradandó értéke ezeknek a szövegeknek, irodalmi értékük is, nem csak emberi értékük természetesen. És amit Szegedi Masszák Mihály szóba hozott a Babicssal folytatott vita, ezzel én is foglalkoztam, és utána néztem annak idején a konferenciára. Megdöbbentő, hogy milyen éles ez a kritika, megdöbbentő, hogy milyen árnyalt és milyen komplex polémia bontakozik ki a Babicsféle irodalomfelfogás, klasszikus felfogás a Gyergyai pozíciója között. Amit én nagyon fontosnak tartanék, mert a Gyergyairól szóló közbeszédben ez nem kap mindig elég hangsúlyt, hogy pontosan ilyenkor érezzük, vagy nem kapott el eddig elég hangsúlyt, hogy rendkívül ezek üres szavak, de nem tudok jobbat, modern vagy korszerű, ahogy az irodalomhoz nyúl Gyergyai Albert. Az archaikus nyelve az olyan, amilyen, de ezen áttör az a fajta hihetetlen árnyalt és rendkívül szuverén szemléletmód, amit Babicssal szemben is mer mozgósítani, már 34-ben, ha jól emlékszem, amikor is megírja ugye ezt a nagyon-nagyon éles kritikáját az európai irodalom történetéről. És bocsánat, túl hosszú voltam, egyetlen gondolat még, hogy ebben a kritikában tulajdonképpen egy olyan fajta világirodalom szemlélet rajzolódik ki, amit nagyon merészen a magam részéről akár a posztmodern elméletekhez közelítenék, posztkoloniális elméletekhez, amennyiben azt kéri számon Babicson, hogy csak európai irodalomban gondolkodik. Tehát nem lép ki az európai paradigmából, amikor világirodalomról beszél, és kifejezetten a nem európai népek irodalmaira hivatkozik így Gyergyai. Hozzátennék valamit, a nagyon találó ez a megjegyzés, de a tanár a legfontosabb, de ő maga azt mondja, hogy tulajdonképpen a eszét is azért ír, mert ugyanaz a módszer vezeti, mint a tanár. És a olvasó, a hallgató, egyetemi hallgató vagy középiskolás, akit tanított, azt ő mindig egyenrangú félként kezeli, tehát fölemeli magához, ahelyett ugye, hogy szokás szerint magasról tekintene lefelé. És ezzel kapcsolatban találtam egy nagyon szép mondatot a Kassák eszéjében, pontosabban abban az írásban, amelyben Kassáknak egy versét elemzi, és amit itt Kassákról mond, az inkább talán őrá vonatkozik. És felolvasnék egy egészen rövid részt. Azt írja az Elporzott évek című verssel kapcsolatban. Kassák kezdettől fogva megtartja a dialógust, az emberi fejlődésnek ezt a legmagasabb formáját, azt, amit a nagy Goethe a Leben und Leben lassen formulájába szorított. És így tovább, tehát ez a dialógus elv, ami hát a 20. századi gondolkodásnak egyébként is egy nagyon fontos elve, az nála megjelenik, mindig jelen van, és hát eszéinek is ez adja az alapozását. Igen, hát nem volna jó, hogyha elhallgatnám, hogy voltak művek, amiket nem szeretett, irányok, de én egyetemista koromban havonta jártam Kassákhoz, és mindig találkoztam vele ott. Két ennyire más alkatú ember, és mégis tökéletes összhang volt köztük. Pontosan látta Kassák jelentőséget. Na most a Babics kritika élessége, ezzel nagyon egyetértek, csak egy dologra hívnám fel a figyelmet. Babics ugye katolikus költő. És ennek a bírálatnak az egyik éle az a Bibliára vonatkozik. Ugye azt írja Gyergyai, hogy Babics téved, amikor az Ószövetséget egy zárt közösség, egy nemzeti közösség bizonyos szempontból parokiális termékének. Ez félreértés, ugye ha az ember, tőse, ha az ember hívő,
akkor a Bibliát egészben kell értékelni, hiszen az Ószövetségben rengeteg előzménye van annak, amiről az Ószövetség szól. Úgyhogy ez egy nagyon lényeges észrevétel volt. Úgy tudom, hogy Babicson eléggé sértette is ez a megjegyzés, tehát Gyergyainak volt igaza, és nem Babicsnak. Talán nem ott ragadható meg a Gyergyai eszírásnak az ellentmondása, amire józan érdikó figyelmet, tehát ugye egy kultúra közvetítő, a francia kultúra, ide is a magyar irodalomnak a francia ismertetését közül nagyon fontos olyan kultúrdiplomáciai tevékenységet folytatott, amit kevesen. De igazából az az érdekes, legalábbis ahogy távolról látom, és egyáltalán viszont igazam van, hogy olyan irodalom már volt, akinek nagyon jó kvalitási érzéke volt, az értelmezői, vagy többék, vagy nagyon finom ízlés volt, inkább kvalitási érzéket mondani, de nem biztos, hogy az értelmező nyelve, meg a fölfogása, az ma nagyon érdekes lenne. Azt az eleganciát, hogy meg az olvasóbarát kifejezést, értem, de bizonyos elméleti belátások már a korban is tulajdonképpen azokat egy kicsit anakronisztikussá tették, amikor ezt megírta. És ez lehet, hogy a mai távlatból ma már nem számít, csak talán lehet, hogy az idegenkedésnek van olyan oka is, amit tulajdonképpen a magyar eszének a két világháború közt is, meg a századfordulón, meg később is, a további időjét tulajdonképpen minden módszertől vagy elméleti kérdésektől távol tartották magukat, és annak sokszor a Gyergyaira való hivatkozás az egyik halvány. Ez csak halkan kérdezem, és provokatív. Hát ez a jó, szóval. Hát az borzasztó lett volna, hogyha Gyergyai ma akkora kucsaszabba ennő nyelvéni szörnyű lett volna. Hála Istennek! Ha szabad polemikusan reagálni, polemikus megjegyzésedre, azt hiszem, hogy nem lehetek vádolható negatív elfogultsággal, és mégis ezzel a negatív elfogultsággal olvastam újra, vagy egybe a Gyergyai eszéket, nagyjából egy olyan pozícióban, amit most fölvázoltál, hiszen az én nemzedékem mondjuk a strukturalistákon nevelkedett, tehát ez a fajta. Egyébként Gyergyai egyáltalán nem pozitivista, de mondjuk én Mihállyal szemben azt látom, hogy a szellemtörténeti iskolához legalábbis ez a írói portré műfaj mentén azért erősen kötődik, nyilván Babicsokkán is. Na most megdöbbentem magam is, hogy azt gondolom, hogy ez rátapadt bizonyos értelemben hamisan, de legalábbis nem elég árnyaltan a Gyergyai befogadás történetre. Csak két vagy három példát mondanék nagyon gyorsan. Móriczzal kapcsolatosan most a mai beszélgetésre is elővettem egy-két dolgot újra. Móriczzal kapcsolatosan, illetve Prusttal kapcsolatosan, amit közismertem, a próza ritmusról beszélt. Tehát olyan perspektívákból ragadja meg a Móriczzal, illetve Pruszt regénynek az újszerűségét, ami azt mondom, hogy ma is megállja a helyét. A legújabb Móriczzal recepcióban például ez nagyon hangsúlyos. A másik, még döbbenetesebb példa, amivel szembesültem még a konferenciára készülvén, hogy Racine-nal kapcsolatosan, akiről monográfiát készült Illy Gyergyő, és nem írta meg soha, egyrészt vitatkozik a pozitivisztikus olvasatokkal. Zárójelben mondom, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy mindent olvasott. Tehát ő a francia kritikai vitát a 60-as évekből pontosan ismerte, és természetesen, vagy hát tudjuk, hogy elméletellenes pozícióból szólalt meg, és nem hivatkozott gyakorlatilag soha semmire és senkire, nincsenek lábjegyzetek a szövegeiben, csak egészen ritkán. De hát ott volt ez a tudás, és tulajdonképpen ott volt egy párbeszéd, azt gondolom, egy ilyen látás párbeszéd ezekkel a újabbnál újabb elméleti irányzatokkal. És Racine-nál kapcsolatosan azt mondja, hogy Racine modernsége a nyelvében keresendő. Most ki mondja, ezt mondja, ha jól emlékszem, 43-ban Gyergyai, és ki mondja ugyanezt, ugye a szemiológia atya Roland Barthes 20 évvel később. Tehát, ha szabad ezt mondanom, én csak részlegesen tudom osztani,
azt, amit szóba hoztál, Sándor, azzal, hogy ellentmondásoktól terhel természetesen ez a eszé korpusz, tehát vannak a másik irányba való kilengése, tehát vannak olyan szövegei, amelyeknek az irodalom szemléletét valóban elavultnak érezzük, de sok egészen ma is aktuálisnak érzett beállítása, olvasata van, ami számomra is nagyon örömteli, revelatív élmény volt. Az elavultsághoz ma már bén fejjel kéne tenni, már elnézős. Mondjuk elismerem, hogy az én nemzetékemben voltak, akik nyomtatásba is megfogalmazták ezt, nem saját magamról beszélek, a három pont, a gyakori három pont, az idegesítette őket. Szóval, ugye, na most, hát igen, az elavultságot azért tenni félre, mert ez a múlt része, és bizonyos, de minden fölfogásban egy elavulás faktor jelen van, aztán nyilván az a kérdés, hogy tud-e olyan kérdésirányokat, vagy olyasmiket mutatni, ami ma meg fontosabbnak mutatkozik, mint mondjuk 20 évvel, vagy 40 évvel előtt. Érdekes volna egyszer megnézni, hogy Prustot hogyan olvasták ezek a kortársak, tehát az ő Prust olvasatát összetetni mondjuk a Cervantaléval, vagy akár a Német Lászlóéval. Nem tudom, hogy van-e ilyen tanulmány. De az egy kicsit furcsa legalábbis számomra, hogy Horváth János nagyon tisztelt, de most Horváth János teljesen az önelvű magyar irodalomtörténet megszállottja volt, és akkor valaki egy másik kultúrát próbál behozni a magyar köztudatba, és ez bizonyos mértékig sikerül is neki. És ez egy nagyon figyelembe méltó eredmény volt. Másrészt meg azt nem egyetlen számon kérünk, tehát egy olyan történeti helyzetben, mondjuk például a Bikácsi Gergelynek az eszé utal, hogy nagyjából a francia kultúra abban az időszakban, amikor tanították, az csempészárú volt, alig lehetett megszólni, és annak ugye ez a tanári kultúra közvetítő szerepnek hihetetlen föl is értékelő szerepet, nem mondom, mert most is van ilyen helyzet, vagy tulajdonképpen azért a mostani mondjuk így európai kultúrára való, annak fontos jelenbeli dolgaira való tekintet, az szinte majdnem olyan kicsi és zárt, akkor politikai okokból, ma meg talán a figyelmünk szétszórtsága és az általános butulás következtében, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt volt. Egy kicsit hasonló helyzetben van szerintem majdnem minden kis vagy nagy kultúra képviselő, aki olyan komolysággal akar beszélni, mint a mai kortárs francia, vagy angol, vagy német irodalom új fejleményeiről, mint akkor tették. Egészen mások következtében. Bocsánat, még visszakanyarodva az előző körre, egészen röviden két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy nekem is szembesülnöm kellett azzal, ehhez el kell jutni egy életkorig, hogy hosszasan lenéztem, mint generációm összes tagja, ez lehet, hogy túlerős szó, de mondjuk távolságtartással viszonyultam a pozitivisztikus íróportrékhoz. És most a Gergelyt újraolvasva, hiszen itt pontosan ez a kérdés, hogy hogyan olvassuk újra, újra tudjuk-e olvasni, meg tud újulni az, amit látunk most ebben az életműben. Tehát újraolvasva őt, az ember leborul a műfaj előtt is, mert ezen a szinten azt gondolom, hogy csak a legnagyobbak tudják. Tehát rendkívül szuggesztívek ezek a íróportrék, mindegyik más. Erről is érdemes volna nyilván valami összegző tanulmányt írni. Nem akármi ezt megcsinálni. A másik egy nagyon egyszerű, de talán szintén nem lényegtelen momentum, hogy egy olyan gyakorlattal él Gergely, amivel persze a generációjában nagyon sokan éltek, ugye gyakorlatilag a nyugat első nemzedékhez kapcsolódott, tehát Husztól publikált a Nyugatban. Amit úgy neveznénk majd intermediális. Tehát a legtöbb irodalmi, számos irodalmi elemzését, zenei, illetve képzőművészeti nem analógiákkal, hanem olyan típusú perspektívába állítja, ami ugye a mai irodalomtudományban, csúnya szóval élve, hát a lehető legkurrensebb.
Tehát itt azt mondom, hogy a nyelvezet jelenthet leginkább ellenállást ezeknél a szövegeknél. A szemléletmód nagyon sokszor, legalábbis én úgy érzem, és úgy azt vallom, hogy rendkívül módon aktuális még. Igen, ehhez még hozzátenném, hogy van ez a bizonyos három pont, azután azt szokták emlegetni, hogy Proust hatására, vagy a Proust fordítás hatására alakult ki az ő sajátos írásmódja, de pont a kötetben található levelek, amelyeket a francia internátságból írt az ötös kollégiumba, azok mutatják meg, hogy nem erről van szó. Ugye előbb egy szigeten, aztán a Pommen nevű Atlanti-óceánparti kolostorban voltak ők foglyok, és természetesen hát a cenzúra miatt magyarul nem írhattak haza, hanem csak franciául. Na most, ha megnézzük ezeket a leveleket, amelyeket ugye Horváth László megtalált, akkor azt látjuk, hogy egy olyan nyelven, aminek az elején még nem volt teljesen birtokában, ugyanolyan módon, ugyanolyan lendülettel, óriási körmondatokkal, bonyolult mondatokkal, rengeteg jelzővel írja a beszámolót az ottani életéről. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta írásmód már kialakult akkoriban. Na most, ami az ellenérzéseket illeti, hát kivel szemben nincsenek ellenérzések, ugye? Tehát mondhatnánk azt is, amit előbb itt Kenyeres Zoli közbevetett, hogy szerencse, hogy nem maradt meg a német irodalomnál, a német szaknál, hanem áttért franciára, mert ezáltal egy olyan irodalomnak vált a közvetítőjévé, amelynek a egyik legfontosabb jellegzetessége a világosság, tehát az írásmódnak, a beszédmódnak a világossága. Na most az, hogy ez egy nagyon gazdag és sokszor talán nehezen követhető, de hát előbbi példát szerint nem is van nehezen követhető beszédmód, azt vagy elfogadjuk, vagy nem. Hát én azt gondolom, hogy eltelt itt néhány évtized, amelynek során hát a legkülönbözőbb módszertanok vagy irodalomelméleti divatok váltották egymást. Minden alkalommal azt hittük, hogy ez a igazi, ugye, amely mindent meg fog magyarázni, de aztán pillanatok alatt elmúlt az a divat, és következett a másik. Itt említeném meg ezzel kapcsolatban, amit Dorottya is mondott, hogy Gyergyai mindent olvasott. Annak idején hallottam egy előadását 1970 körül a francia intézetben Flaubertről, ugye a legkedvesebb írójáról, amely előadás abból állt, hogy végigvette a különböző interpretációkat, Flaubert interpretációkat, amelyből rengeteg volt, és a végén arra jutott, hogy egyik jobb, egyik szellemesebb és igazabb, mint a másik, de a lényeghez mégsem tud eljutni. És ugye akkor is jelezte, hogy készül egy Flaubert könyvre, amely azonban hát soha nem született meg. A három pont is mutatja, hogy ez a mindig újrakezdés, a lezártságnak a hiánya itten, azt hiszem, hogy mint egy pozitív jellemvonás értelmezendő. Lehet, hogy tévedek és túl értékelem azt a dolgot, de mégis azt gondolom, talán nagyon fontos, hogy ő nagyon hamar a nyugatnak az a értekezője lett, aki a francia irodalomról beszélt. Tehát ő egy olvasó közönséghez beszélt. Szerintem a gyergyai írásmódját meghatározta azt, hogy
akkor, amikor ő föllépett, volt egy számára elgondolható olvasó közönség, aki kíváncsi az európai iratok. Gondolj bele, hogy mondjuk ma van-e olyan folyóirat, amely rendszeresen szemlézi mondjuk az angol, vagy a francia, vagy bármely kultúrák a friss eredményeit, és egy viszonylag megbízható pofától tudunk valamiféle ítéletet kapni, hogy ezt érdemes olvasni, vagy nem olvasni. Ugye a nagyvilág mondjuk ehhez képest, amikor még a jobb forszalra volt, Nagy Péternek, vagy nem adok neveket. Na mindegy, tehát hogy azok a beszámolja az amerikai irodalomról, mit jelentettek a 70-es években. Tehát szemmel látható vagyunk. És ez a mondjuk így szerviz jellegű, amit Radnóti szokt emlegetni, nem így ebben gondolom, de mindesetre, hogy az embereket tudósítsam arról, hogy mit érdemes és hogyan elolvasni, ez alakította ki sok tekintetben az ő beszédét az irodalomról. És ez szerintem megmaradt majdnem 60 évig. Amikor már nem volt nyugat, nem volt, de úgy beszélt. Igen, na most egy dolog, amit én sajnálattal veszek tudomásul. A francia irodalom ma Magyarországon nem számít annyira központinak, mint az ő idejében számított. Én ezt részben a francia... Hát nem, mert kb. 25 éve. Igen, jó. Én ezt sajnálattal veszem tudomásul. Ez részben a nyelvek viszonyának a megváltozásával függ össze. Azért vannak számomra kérdések. Számomra a kérdés például a Lukács családban, ő ugye egy időben működött. Hogy nyilvánvalóan ismerte Lukács György műveit. Igazán jelentős hatást nem érzékelek gyergyainál. Mi ennek az oka? Mi a magyarázat? Hát az jelenlegi hozzáértők nyilván tudják, én nem tudom. Ez olyan kérdés, amely magában hordja a választ is, úgyhogy... Nem, csak úgy, akik nem olvasolják, ezeket az 20-as évektől voltam, akkor már ugye Lukács György, lassan Moszkvában. Na igen, lassan Moszkvában. Jó, 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 a 10-es években, amiket a Lukács csinált az európai szintén. Hát abszolút, csak nyilván nem. Megelőzte a Husserlt egy csomó dologban, azt olvashatta volna a Gyergyai, persze, tudott is németül, talán jobban tudott élete végéig németül, mint franciául, de ő egy franciás volt, hát idegen volt tőle ez a gondolkodás. Német irodalomról tudjuk érdekes, jelentős tanulmányt. Hát mindent tudott, persze. Nyilván ez ilyenfajta... Nyilván nem nekem kell ebben állásfoglalni, de nyilván az, hogy valamelyik ki milyen kultúra vonzásának és annak eszményében van, az valóban Makárov ugye a leghíresebb utóklok, Kádámer és Gyerida a vitája és egymás mellett elveszés és kölcsönös lennembecsülés vagy megnembecsülésnek a nyelve. Tehát számtalan ilyen példát látunk, tehát nagyon nehezen lehet ilyen párbeszéket folytatni, és valaki dönt, hogy a francia kultúra felől nézi a európai irodalmat, vagy megyőlemat, vagy a német, nyilván más értelmező nyelvet és más értékeletet használ. Nem annyira könnyen összetépíthetőek ezek a hagyomány. Igen, talán most fogalmazódik bennem meg egy gondolat ezzel kapcsolatosan, láthatod, hogy milyen jó volt a kérdés, hogy talán az a Gyergyai, ehhez kellene egy újabb szimpóziót rendezni, vagy komolyabban végig gondolni a kérdést, most az ötletszerű pillanatnyilag, de talán nem botorság. Tehát ez a rendkívül szelíd ember, aki nagyon elegánsan és nagyon finoman írt, azt gondolom, hogy rendkívül elfogult, ezt tapasztaltam, és rendkívül elfogult ember volt, és rendkívül elfogult intellektus volt, és rendkívül polemikus szellem volt. Tehát tulajdonképpen, ha az embernek sikerül megrajzolni azokat a háttérszövegeket, amiket ő valóban ismert, és amelyekkel vitatkozik, mert ezeknél az íróportnéknál azért ott van, sokszor föl is vázolja a kritika történetét, vagy a befogadás történetét, nem tudom, Prusztnak, Rassinnak, és így tovább. És hogy mindig annyira szuverén, ahogy ő közelít tulajdonképpen az adott műhöz, vagy életműhöz, hogy talán ez a abbóvó polemikus szellem is hozhatta azt, hogy Gyergyai Albert nagyon sok mindenkire nem hivatkozik, akire illet volna, hogy hivatkozzon. Meg nyilván ez maszk is, vagy eltakarási lehetőség, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk a 40-es évektől evidens, hogy egy nagyon lefagyott és egy ilyen ideológiai szájzár alakult ki, és nagyon zártak voltak a diskurzusok, hogy bármilyen másfajta fölfogásnak
polémikus és nyílt beállása az ön feljelentéseiről. De ha a fénykorára is gondolok, a 20-as, 30-as éve, mondjuk nyugatjában is, sok tekintetben kulturálisan defenzívában voltak, a nyugatnak az első, nem tízes évekbeli nagyon nyitott szelleme, a Trianon után az egész kulturális szénát és az első nemzedéket is konzervat, most nem minősítem, de nem negatív, de konzervatívabbá tette a fiatal éveikhez képest, és Gyergyai már ebben lép bele. És ilyen értelemben mindig is egy ilyen értékőrző, hagyományokhoz ragasztoló szemlélet, mert miközben ízlésében sok tekintetben nagyon nyitott volt, és nagyon sokféle dologra fogékonyabb volt, amit mondjuk persze a magyar kultúrába nehéz volt beilleszteni. Tehát ez az ellentmondás végigfeszített, és valószínűleg ez meghatározta, mert végül is ugye mindenütt, tulajdonképpen így vagyunk, de jelen tudott lenni, és ez nagyon fontosnak is gondolta, hogy az, amit ő képvisel, és adtak is a szavára. De ők sose volt mondjuk így nagyon fényben. Ezzel kapcsolatban ugye vissza lehet térni erre a klasszikus jelzőhöz, amely hát a kötet címe is ez a kegyelmet a klasszikusoknak. Ugye, hogy mi a klasszicizmus, vagy a klasszikus műveknek a szerepe, vagy mi volna, mi kellene legyen a klasszikus műveknek a szerepe, azt ő elmondta elég élesen, polémikusan a két az élet és irodalomban jelent meg az első írás, ez a kegyelmet a klasszikusoknak, utána a 70-es évek elejének hosszú vita követte, majd ő visszatér a témához, illetve hát lezárja ezt a hosszabb diskurzust, amelynek során, mint írja, tulajdonképpen nagyon kevesen voltak, akik egyetértettek vele. Na most itt ugye azért konzervativizmus vagy nem, hozzá kell tenni, vagy hát azzal kell folytatni, hogy ő tulajdonképpen, ha azt a két szerzőt veszük, akiket a legjobban szeretett, most akkor Racine lenne a harmadik, tehát Flaubert és Butler, akkor egyértelmű, hogy a modernizmus, jó, hát a plusz már 20. század, Flaubert és Baudelaire ugye velük indul meg a modernizmus, tehát itten van itten egy erőteljes lépés. Na most a másik, amiről Mihály is beszélt, illetve írta az itt megjelent eszélyében, hogy ritkaság, hogy egy irodalomértő vagy irodalomról író nálánál fiatalabbakkal is hajlandó foglalkozni. Mégiscsak megtette, hogyha megnézzük a fordításainak a listáját, akkor ottan, igen, ezt akartam mondani, nagyon erőteljesen szerepel Marguerite Duras, és valószínű ez a választás, hát igazolódik legalábbis a mából visszatekintve. Ami hát a francia irodalomnak, vagy az egész francia kultúrának a helyzetét illeti, amit mondtál, hát gyökeresen megváltoztak a körülmények. Ugye manapság az angol, legalábbis a, hát sokszor csak a primitív válfajában egyedül uralkodóvá vált, mint nyelv. És hát ennek folyamányaképpen az irodalomról is ugyanezt lehetne elmondani. Tehát itt van egy ilyen érdekes paradoxon, hogy hát igazából most nem tudom hány éve, 25 éve, vagy mondod, alig-alig van francia irodalom, tehát más szerzők lépnek előre, még a nagyvilág megjelenése idején, tehát amikor a fénykorszakát értem, azért még voltak, ugye azokról a nagyvilág hírt adott. Konrád két kötetet kiadott. Igen. Igen.
De ha megnézzük, hogy bocsánat, hogy közbevágok, tehát, hogy a magyar íróknak a paradicsomi álma az nem, hogy Párizsban jelenjenek meg, hanem mondjuk Frankóban. Az elmúlt 25 évben, a kortárs magyar írók is a német közvetítéssel lépnek be, ha belépnek, vagy inkább angol, de francia az inkább csak utánkövető. És nyilván kicsit ez érvényes az itteni a francia könyveknek a kiadására is. Sajnos nem szép, hogy megemlítem. De az eltén pillanatnyilag a doktori tanácsban senki nem képviseli a francia kultúrát. Mészői volt ugye az utolsó, aki még arról álmodozott, hogy a Bulvár Szemüs ellen található könyvet volt kirakatában, ott lesz a könyve. Igen, hát egy nagy korszak, majdnem egy másfél év százados korszak, ami első a francia irodalmat tüntette ki. Nagyjából a Mészőjék nemzedéke és valamilyen értelemben belépése az európai irodalomban Párizs volt, ma ez inkább Frankfurt vagy, vagy az amerikai könyvpiac, hogyha néhányoknak sikerül, de nem a francia is. Fordítva is, mi sem olvassuk úgy a francia könyveket, nem jelennek meg, mint akár 20 évvel vagy 25 évvel ezelőtt is. És valószínűleg ennek a az ilyenfajta kultúra közvetítők hiányosan, mint a Gyergyei halt. Ami azért furcsa, hogyha meggondoljuk, hogy a franciák viszont többet fordítanak az elmúlt évtizedekben magyarból, mint korábban. Éppen ehhez szerettem volna is hozzátenni azért egy optimisztikusabb kiegészítést, hogy franciáknál ma az utóbbi 10 évben mondjuk azt tapasztalom szakmai közegben, konferencián itt ott, hogy bizony majd, hogy nem napra készen ismerik azt a kortárs magyar irodalomra, amire van fordítva. Ez 10 éve még nem így volt, tehát akkor az embernek mindent el kellett magyaráznia, és most megdöbbentő és tényleg nagyszerű élmény, hogy olvassák, amire van fordítva, és tulajdonképpen nem is csak a szűk értelmemet szakmai közeg. Ez egy kicsikét valamilyen szinten egy visszabillenés jelent, azt gondolom. Nyilván ez lehet, hogy már anélkül, hogy minden államban mi a végére valami optimizmus húrokkal kezdenénk itt el, de az tény, hogy mondjuk az angol szász kultúrában körülbelül a fordított művek aránya, ha igaz ez az információ, összesen 3%, ami bármilyen nyelvről, és ebben Coelho is benne van, és mondjuk Krasznahorkai, hogy két távlatot mondja. Másrészt azért a német vagy a francia kultúra a 60-as évektől sokkal többet áldoz kultúrát, de egy dolgot azért csak egy példaként mondja, ami a magyar mecenatúrának és a borbécságnak a természetét mutatja, hogy eleve nagyon kevés pénzt fordítunk, mondjuk, hogy a magyar művek megjelenjenek, és például a románok néhány, nem mint hogyha most nekünk vetélkednünk kéne, de egyrészt jóval többet fordítottak erre, hogy megjelenjenek, és arra is, hogy jelentős francia kiadók, tehát kevesebb könyvet fordítsanak románból, mondjuk franciára vagy németre, de az rangos kiadóknál jelenjen meg, és ebben mondjuk négyszeres pénzük, és sokkal tudatosabb, legalábbis egy pontig lehet, hogy azóta már összevesztek, nem ez a koncepció érvényesül, de mindesetre követendő lenne akár a lengyeleknek, akár a románoknak, hogy mit tettek azért, hogy franciául, vagy németül, vagy más nyelvekkel megjelenjenek könyvei, vagy a, nem tudom én, Csesláv Milos év volt, és Párizsban épp úgy volt, mint Varsóban is egy kovább. Inkább csak azt akarom mondani, hogy mi mindig várjuk a világtól, hogy mi ebben egy fillért beletegyünk, vagy... Hát meg a fordítások jelentős része rossz. Na most, igen, de meg azért hadd mondjam, hogy ha nincs is benne állami pénz, ugye annak idején a Kosztolányi fordításra adott a kultuszminisztérium, még se lett belőle semmi. Most viszont hát van, ha már a francia nyelvtereneknél van 3-4-5 író, aki rendszeresen megjelenik, én nem fordításokat nem hasonlítottam össze, és ott vannak a kirakatban. Ott vannak a kirakatban, és jelen van. Azt gondolom, hogy inkább szűkebb körbe, hogy úgysem tudnánk a dolgokat kimetni, és főleg a kötetsen nyugvópont, hogy értékeljük, vagy valami végső képet adjunk a Gyergyei halbert, és ez a legfőbb erénye, mert nyilvánvalóan a bemutatás nem szorítható arra, hogy a 16 ember mit lát, hogyan lát, és ez sokszor nem is hozható közös nevezőre, ez a kötet a legjobb.
Köszönöm szépen a türelmüket és a figyelmüket. Köszönöm.